22-szeresére növelte Horvátország a harmadik országokból importált gyümölcsökre és zöldségfélékre vonatkozó illetéket. Ez azt jelenti, hogy a nem Európai Uniós államoknak, tehát Szerbiának is, a Horvátországba szállított mezőgazdasági termékek után jóval többet kell fizetniük. Ez nem csak Szerbiára, hanem összesen 164 országra vonatkozik. Tomislav Tolušić, horvát mezőgazdasági miniszter a találkozó előtt azt mondta, ezzel egyik országot sem szeretnék megkárosítani, és készen állnak a párbeszédre. Kiemelte, Szerbiának szerintük nincs oka az ellenintézkedésre. Rasim Jajić, szerb kereskedelmi miniszter elmondta, nem kívánnak kereskedelmi harcot vívni, de lehet, hogy rákényszerülnek az ellenintézkedések elvégzésére. Naš cilj nije da vodimo nikakav trgovinski rat, niti to želim. I ovaj sastanak nije uperen protiv bilo koga, ovaj sastanak je usmeren da zaštitimo naše ekonomske interese i da omogućimo slobodan protok roba. Ne želimo da uđemo u spiralu mera i kontramera, a bit ćemo prinuđeni da to uradimo ukoliko se ova stvar ne reši na ovom sljedećem sastanku za koji verujem i da treba da bude održan do kraja ove nedelje. A tanácskozáson résztvevő miniszterek aláírtak egy levelet, amelyet továbbítanak majd az Európai Bizottságnak. Ebben Brüsszel közbenjárását kérik. Továbbá 7 következtetést vontak le a horvát kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Arra kérték Horvátországot, szüntesse meg a diszkriminatív intézkedéseket a kereskedelmi előírásokkal összhangban. Szerintük az illeték megemelése ellentmond a stabilizációs és társulási megállapodásnak, valamint a világkereskedelmi szervezet elveinek. Emellett sürgős tanácskozás összehívását kérték Horvátországtól, amelyre még a hétvégén sort kellene keríteni Podgoricában. Tolušić elfogadta a felkérést. Nadamo se da do bilo kakvih mjera i aktivnosti neće doći, jer vjerujemo da ćemo do kraja ove nedjelje već održati sastanak sa našim kolegom iz Hrvatske i vjerujem da ćemo nakon toga moći nešto dalje da kažem. Az új horvát előírások alapján minden elvégzett vizsgálat díja, illetve minden egyes gyümölcs és zöldség ellenőrzése alkalmával 2000 kúnát, vagyis 270 eurót kell fizetni, míg korábban ez 90 kúnába, vagyis 12 euróba került.